A műsor dekorációját a Borvirág Szalon készítette. A Magyar Kultúra Napjának előestéje van. Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkból megtudhatják, hogy a Halas Televízió 3 órás élő közvetítéssel a helyi kulturális élet sok szereplőjével ünnepli a himnusz születésnapját. Lesznek zenés riportjaink, és bemutatjuk Halas címerét tölgyfából elkészítve. De olvasmányt is ajánlunk, tartsanak velünk! Kihívást látott benne, a tervezéssel, kivitelezéssel együtt több mint 100 órát dolgozott rajta, azt mondja, megérte. A kiskolnasi Bakics József CNC gépkezelő egy speciális maró nyomtatógéppel elkészítette a város címerét. A munkához megszerezte az összes engedélyt, hozzájárulást, majd jöhetett az aprólékos 3D-s terv. A maró szerszám több mint 1500 métert mozgott, mire a tölgyfa rétegekből kialakította a domborművet. József úgy gondolja, halasiként kötelessége volt belefogni ebbe a munkába. Nekem ez egy hobbi, amit szeretek csinálni, amivel szeretek foglalkozni. Művésznek nem érzem magam, viszont többen, akik látták a munkáimat, azok azt mondják, hogy igen, elismerésre méltó, mert szóval illetik, mert a gyártócég is már említ engem. És külön hangsúlyt fejeznek arra, hogyha van egy technikai kérdés, akkor én arra milyen választ adok, milyen formában adom ezt a választ, és figyelembe veszik. Óra volt legalább a tervezési idő, és további 50 óra megmunkálás, viszont a megmunkálási idő az ugye redukálható lefelé, meg fogom is, mert azóta rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, mióta a címer elkészült. Úgy voltam vele, hogyha már halasi vagyok, akkor legyen egy gyönyörű halasi jelkép is, amit, ha jól tudom, 28 év után, vagy 29 év után, 92, én megcsináltam újra. És nem tudok olyat, én persze lehet, hogy van, de én nem tudok olyat, aki ezzel foglalkozott volna az elmúlt 20 pár évben, hogy ezt elkészítse. Vagy nyilvánosságra hozza, vagy engedélyt kérjen a polgármester úrtól, mert ugye mindig a mindenkori polgármester adja ki erre az engedélyt, hogy a várost, önnek a címerét valaki használhassa bármilyen formában, és ezt írásban közlivel. Kozic János festménye alapján elkészítette egy budapesti egyetemi tanár hobbi szinten ennek a címernek, sőt több városnak a címerét, város címerét, megye, székely címereket, Budapest címet elkészített, hobbi szinten, passzió szinten foglalkozott ebben az SVG, úgymond SVG grafikai leképzéssel. Ezek vektorgrafika, ami vonalakból áll, és ezek ki vannak színezve esetenként, ebből már másfaj terjedelem van, de a lényege az, hogy ő passzióban megcsinálta ezeket. Én megtaláltam a dr. Kaboldi Péternek a munkáját, aki gyönyörűen lemásolta, digitalizálta a Kozic János által elkészített a kiskolás címert, és levelezések során elkértem tőle a jogokat, ugyanis itt már nem csak a polgármesteri jogokat kellett elkérnem, hanem magát, aki digitalizálta ezt a fotót. Nekem igazából a kontúra volt szükségem, a színekre nem, ugyebár, mert a textúrát maga a fa alapanyag adta, azt kellett elkérnem, ezt elkértem tőle, és neki láttam a munkának, amit írásban engedélyezett, nekiálltam, és jó sok munkával megcsináltam. Örömmel fogadták ezt a címet a polgármester úr és a helyettes. Örültek neki, megnézték. Én amikor elvittem, akkor egy kicsit ez egy felemás dolog volt, mert ugye engedély kell hozzá. Hát én úgy állítottam be hozzá, hogy hát kész vagyok, de milyen? És utólag is köszönöm a polgármester úrnak, hogy erre
engedélyt adott, a címer használatra engedélyt adott, és ugye ezt elkészíthettem. Ez manapság már én úgy tudom, hogy ritkaság számba, mert sőt, nem tudom, én úgy vettem észre, hogy ritkaság számba megy egy dombormű munka, vagy akár egy virtuálisan leképzett számítógép leképzett munka. Én úgy gondolom, hogy ez nekem kézre áll, ez nekem tetszik nagyon, sőt másoknak is, és csinálom. Kedvenc hangszere a gitár, zene iránti rajongását pedig bárki nyomon követheti az interneten. Szicsi Zoltán, a kiskolnasi zeneélet egyik jól ismert alakja, aki fiatal kora ellenére már több helyi zenekarban is bizonyította tehetségét. Az utóbbi időben zenés videókat kezdett készíteni, amiket a világhálón publikál nagy sikerrel. A kiskunhalasi Szécsi Zoltán az utóbbi időben nagyon sok időt tölt otthoni stúdiójában, az évek során egyre gyarapodott gitárgyűjteménye, kedvenc hangszereivel pedig igyekszik újabb és újabb zenei produkciókkal megörvendeztetni követőit. Örömmel mesélte el, annak idején kinek és minek a hatására választotta a gitározást. Az én keresztapukám a Róka, városszerte egy ismert figura, és amikor kicsi voltam, nagyon sokat énekelt és gitározott nekem, meg annyi sokat vitt az ő koncertjére, és így ezáltal lett a gitár. Egy fél évig foglalkozott velem, utána a Szőke Zsoltihoz kerültem, utána meg magamat fejlesztettem. Abban az időben inkább ez a pop rock, tehát én Green Day, sok kaktuszt hallgattam, utána meg egyre inkább a kemény zene, tehát a metal irányába, Metallica, hasonló. Halason volt körülbelül 3-4 formációm, ezek mind ilyen főleg tini zenekarok voltak, utána én elkerültem Pestre konzervatóriumba, onnantól kezdve meg tehát ilyen állandó formációim nem voltak, hanem inkább a zenész barátaimmal ilyen alkalomszerűen kezdtünk el zenélgetni. A zenekar meg, tehát jelenleg most is van egy zenekar, amivel megvan az írás fázisban vagyunk. A közelmúltban Zoli elkezdett ilyen otthon rögzített zenés videókat feltenni az internetre. Arra, hogy miért fogott bele ebbe a projektbe, igen egyszerű a válasz. Ezt úgy találtam ki, hogy sajnos itt a nagy vírushelyzet miatt megváltozott a jelenlegi zenekarommal is a munkálatoknak a... Tehát úgy az ideje, hogy keveset tudunk találkozni, az énekesünk külföldön van. Így lett sajnos egy rakat szabadidőm, de ezt egy abszolút saját szórakoztatásra találtam ki. Kicsit a kreatív energiákat így kötöm le. A csatornának a neve Release Today, ami az alapján működik, hogy amikor én kiteszem a videót, az a szám, vagy a szám, vagy az a lemez, ami megjelent az a szám, az nap jelent meg valamikor, tehát így az elmúlt 50 évben, 60 évben. És így mindig előre választok ki egy lemezt, és arról választok ki egy számot, amit én áthangszerelek. Ez számomra is egy kihívás, hogy egy olyan előadó dalát megtanulom, átdolgozom, akit esetleg itthon nem hallgatok magamtól, vagy csak a rádióban találkozok vele, hallgatom a dalát, és az a nagy alok, hogy azt esetleg jobbá vagy érdekesebbé, hogy tudom meghangszerelni. A legelső lépés az, hogy bújom a Wikipédiát, nézem az éveket, nézem az adott hónapot, és nagyjából kijelölöm, hogy mettől meddig van az az időszak, ahonnan lemezeket válogathatok. Tehát ezzel azért egy olyan nettó 5-6 óra elmegy, miután kiválasztok magamnak 6-7 előadót, megnézem az albumait,
és arról elkezdek számokat hallgatni, és amelyik a legjobban tetszik, azt választom ki. Megvan egy váz, amihez én kötöm magam, de a saját építőkockáimmal építek rá egy épületet, tehát fogalmazzunk így. Azt hiszem 7 darabban, tehát olyan havi 2 videót próbálok megcsinálni. Ez elég sok időt vesz igényben, amire a nulláról meghangszereled, arra az állapotra, amit feltöltök, az durván ilyen nettó 25-30 óra. Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Idén a járványhelyzet miatt a Halas Televízió képernyőin és webes felületein tudunk ünnepelni. Egy nagyszabású élő adásfolyammal készülünk. Sok szereplő váltja majd egymást itt a közösségek házában. Lesznek táncos, zenés produkciók, beszélgetések. Bemutatkoznak azok, akik már évtizedek óta részesei a helyi kultúrának, de bemutatkoznak új formációk, fiatal tehetségek is. A részletekről Nagyapát Ivettel, a Halasi Média és Kultúra Kft. Ügyvezetőjével beszélgetünk. Nagyon szerettünk volna már vendégeket látni a közösségek házában, de sajnos a Covid szabályok nem teszik ezt lehetővé. Egy újszerű kihívás előtt állunk azzal, hogy online rendezvényeket kezdünk el készíteni, csinálni. Ez csak úgy működhet, hogy a Halas Televízió és a Halasi Kultúra közössége együtt működik. Szerencsére olyan nagy szeretettel fogadták a meghívásainkat a fellépők, még így is, hogy közönség nélkül kell a színpadra állniuk. Talán még nagyobb nézőközönséghez tudunk így eljutni a televízión, illetve az online felületeinken keresztül. Több helyszínről kapcsolunk majd, párhuzamosan zajlanak az események. A nagy színpad, a nagy terem, illetve a teremnek különböző szegleteiben is különböző fellépők lesznek, illetve a kultúrkép díszletét is felhasználjuk a Magyar Kultúra Napja közvetítésének a céljából. Mi volt az idei tematika? Hát az előző években megszokhattuk, hogy mindig valami köré szerveződött ez az ünnepség, most viszont nagyon színesnek ígérkezik. Teljesen újra kellett gondolni az egész eddigi koncepciónkat. Volt egyébként a Kultúra Napjára COVID-mentes koncepciónk is, ezt átírta a sor sajnos, de azáltal, hogy így egy kicsit több lehetőségünk van, hogy több időt szánhatunk ennek a műsornak, így 3 óra hosszán keresztül, pénteken délután 3 órától 6 óráig láthatóak lesznek azok a fellépők, akiket meghívtunk, és a koncepció az volt, hogy azok a hagyományos Halashoz köthető egyesületek kultúrával foglalkozó közösségeket hívtuk meg, akiket jól ismerünk, a legrégebbitől a legfiatalabbakig, tehát a legrégebbi egyesület, zenekar, Szilaj Citara zenekar, vagy a Líra, vagy a Halasi Népdalkör, akiket jól ismerünk, illetve olyanok bemutatkozását is láthatjuk, akik még nincsenek annyira benne a köztudatba, de majd tovább viszik a kultúrának a zászlóját. Itt a beszélgetés elején már említetted, hogy sokan igent mondtak. Mik voltak az első reakciók, amikor megtörtént a felkérés? Először nagy csend. Feldolgozták, hogy mire is kaptak ők meghívást. Aztán ijegység volt amiatt, hogy ugye nem voltak próbák az elmúlt időszakban. Online táncpróbákat tartottak, és online citera próbákat tartottak az egyesületek, zenekarok, illetve énekpróbákat, de kivétel nélkül szinte azonnal igent mondtak a felkért fellépők, ami nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hiszen valóban egy majdnem fél éve nem tudtak már próbálni együtt, és azért azt mondták, hogy gyorsan összehoznak egy próbát, illetve megpróbáltak előszedni olyan régi fellépő produkciót, ami már jó begyakorolt, és ezt nézhetik majd meg a nézőink.
A kultúra minden területéről fognak fellépőt látni, tehát próza, vers, ének, tánc is lesz a műsorunkban. Nem szeretnék senkit kihagyni a felsorolásból, így azt kérem, hogy nézzék meg az online eseményeinkben a fellépők listáját. Nagyon ügyelünk a COVID szabályok betartására, minden fellépőt megkértünk, hogy a maszkban, illetve a COVID szabályok betartásával érkezzenek a helyszínre, gyakran fogunk szellőztetni, illetve csak a fellépés idejére fogják levenni a maszkot. A nézőknek pedig egy dolguk van, oda a képernyők elé. Igen, a képernyőn előtt pénteken 3 és 6 óra között látható, ezen kívül a Facebook felületeinken, ami visszanézhető is, ismétlés pedig szombaton és vasárnap este 9 órakor lesz a Halas Televízióban. Szerintem jó program lesz péntek délutánra, vagy a hétvégére a kultúranapi műsorunk. A kiállító helyek viszont még nem látogathatóak, így mindenki próbál a webes felületein új tartalmakat kínálni. Megmutatjuk, miből lehet szemezgetni. Továbbra is zárva tartanak a kulturális színterek, így a könyvtár is. Viszont a szabályok betartásával mód van a kötetek kölcsönzésére, illetve online be is lehet iratkozni. Erről a részleteket a könyvtár webes felületein lehet megtalálni. Ugyanitt könyvajánlókat és mesevideókat is találnak az érdeklődők. A Torma János Múzeum is a közösségi oldalán közöl időről időre új tartalmakat. Bemutatják például a restaurált tárgyakat, sorozatot indítottak a helyi értékekről és a város látnivalóiról, illetve közzétesznek egy-egy régi fényképet az intézmény archívumából. 21. századi enteriőr halasi csipkével még várják a hazai lakberendezők és belső építészek pályamunkáit. A világhírű Hungarikumot, a halasi csipkét kell betervezni egy 21. századi enteriőrbe. Ezzel szeretnék bemutatni a halasi csipke időállóságát, és felhívni a figyelmet arra, hogy a halasi csipke a mai modern világban is éke lehet az otthonoknak. A részletes pályázati kiírás megtalálható a csipkehez webes felületein is. A pályázat leadási határidejét meghosszabbították, így március 31-ig van mód a pályamunkák benyújtására. Aki még nem tette meg, járja be virtuálisan a halasi tájházat. A Halasi Média és Kultúra Kft. Lehetővé tette, hogy az eskütéri műemlékként működő épületek virtuálisan bejárhatók, valamint az ott található korabeli használati tárgyak is megtekinthetők, illetve ismertető leírásokat is találunk, például az épület történetéről. A tartalom a Halas Média internetes oldalán érhető el. Helyi és helyi kötődésű művészekkel, előadókkal, a kulturális élet szereplőivel, a Halasi Tükör című heti lapban is hétről hétre találnak érdekes riportokat és portrékat. A Halas Televízióban rendszeresen láthatnak egyházi tartalmakat is. Vasárnap estig minden nap 18 órakor nézhetik meg az egyetemes imahét programját, mindig más-más felekezet tolmácsolásában. Vasárnaponként délelőtt 9 órakor református istentiszteletet, 10 órától katolikus szentmisét láthatnak felvételről. Vallás, tudomány, hit, akció és kaland egyaránt megtalálható abban a kötetben, amit kollégánk Bakos László ajánl önöknek a lapozgató keretében. Mint az hallható is lesz, azért szereti annyira ezt a történetet, mert a szerző komoly dilemma elé állítja az olvasókat. Amikor megkaptam a felkérést, igen nehéz helyzetben voltam, hiszen nehezen tudtam dönteni, hogy melyik kedvenc írómat válasszam. Aki ismer, az tudja, hogy inkább a science fiction-t szeretem egy kicsi krimivel vegyítve. Így én most a nézőknek Douglas Preston Égi jelek című könyvét szeretném bemutatni. És azt is el szeretném mondani, hogy miért nem a hagyományos nyomtatott formában olvasok. Nos, az olvasásra a szabadidőm az úgy általában 9:30-től kezdődően éjszaka, olyan éjfélig, esetleg hajnal egyig tart, úgyhogy a legpraktikusabb volt egy ilyen e-book olvasó háttérvilágítással, és akkor senkit nem zavarok olvasgatás közben. Maga a könyv ugye égi jelek, ez már előre vetíti, hogy miről szólhat ez a történet. Elég összetett, és igyekszem nem spoilerezni, elmondani a könyv végét, de mégis bemutatni ezt a remek könyvet.
Adva van egy indián rezervátum az Egyesült Államok területén. Itt működik egy részecske gyorsító, egyfajta hadron ütköztető tudományos állomás. Az indiánok ezt nem nézik jó szemmel, mert úgy gondolják, hogy ezek a tudósok megszentségtelenítik az ő szent helyüket. Zajlanak a kísérletek, és ekkor történik egy csoda, vagy nem tudni mi. A monitoron a részecske ütköztetés közben megjelenik egy felirat, hogy hello, én egy kozmikus tudat vagyok, és felszeretném veletek venni a kapcsolatot. Tudósok nem tudják, mire vélni a dolgot, elkezdenek beszélgetni ezzel a kozmikus tudattal, aki hát a számítógép képernyőjén jelenik meg szöveg formájában. Ez a kozmikus tudat megingatja őket az Isten hitben, a tudományba vetett hitükben, és kezdenek gyanakodni, hogy egy hacker támadás áldozataivá váltak, ezért hívnak egy nyomozót, Ford nyomozót, aki az ilyen ügyekben nagyon jártas. Színre lép egy hittérítő, egy ilyen amerikai prédikátor, egy televíziós prédikátor, aki feltüzeli ezeket az ellenállókat, hogy le kell rohanni ezt a bázist, hiszen Isten káromlás történik ott, és ez meg is történik. A tudósok és ez a nyomozó elkezdenek menekülni, elfogják őket ezek az őslakosok, ez a feltüzelt nép, és hát az egyik tudóst mágia halálra ítélik, és ez meg is történik. Elmondom azt, hogy számomra miről is szól ez a történet. Szerintem mindenki szeretné tudni azt, hogy mit keresünk mi itt ezen a bolygón, ebben a világegyetemben. Hogy kerültünk mi ide? Hihetünk-e a kozmikus teremtőben, vagy hihetünk egy teremtő erőben, akit mi Istennek hívunk, és tudunk egy történetet a Bibliából, hogy körülbelül mi a mi sorsunk, rendeltetésünk, Istennek mi a tervei velünk. Ez a könyv ezt feszegeti, hiszen a tudományt szembeállítja a vallással, a filozófiával, a teológiával, összeereszti a tudományos szakembereket ezzel a hittérítővel, prédikátorral, és kiderül belőle, hogy ki hogyan próbál bennünket befolyásolni, abban a hitben, hogy higgyünk-e Istenben, vagy csak a tudományban. Ezzel szeretném ezt a könyvet ajánlani mindenkinek. Tudományos, fantasztikus, teológia, vallás, hittudomány és egy nagyon jó krimi ötvözete ez a könyv. Most visszatérünk a zenéhez. Ha nem lenne a vírushelyzet, valószínűleg a gyulai Dirty Slippers zenekar frontembere arról nyilatkozott volna nekünk, hogy megkezdték a 2021-es koncertszezont. Mivel azonban egyelőre erre nincs lehetőségük, dalszerzéssel és klipforgatással telnek minden napjaik. Legújabb videójuk megtekintési száma napok alatt elérte a 200 ezret. Csak üdenek a szavak. Csillagok szárnyán már nem mondhatom el. A gyulai Dirty Slippers zenekar évek óta állandó résztvevője a hazai fesztiváloknak, hétvégenként más és más városban adnak koncertet határainkon belül és azon túl is. A vírushelyzet azonban az ő életüket is megnehezítette. Megpróbáltuk a lehető legtöbbet kihozni ebből az elmúlt esztendőből, és nagyon érdekes egyébként, mert amikor beszélgetünk a barátaimmal, vagy a sajtó képviselőivel, akkor mindig a tavalyi turnéra hivatkozom, hogy de a tavalyi turné milyen jó volt, és közben az a 2019-es turné volt, tehát a 2020 az így kiesett egyben a turné szempontjából, ugye nagyon sok koncertünk átkerült 2021-re, valami 2022-re ráadásul, de én azt gondolom, hogy nagyon hálásak lehetünk a Jóistennek, illetve a kiváló szervezőknek és illetve a média képviselőinek, mert én azt vettem észre, hogy egyáltalán nem engedték el a kezünket, és bármilyen hírt adott magáról a zenekar, akár a közösségi médiában, akár bármilyen dalunk megjelent, azonnal tudtunk róla a médián keresztül beszélgetni, és hát a Köszönjük Magyarország programnak hála, volt egy pár koncertünk is egyébként, többek között felléptünk az A38-as hajón, játszottunk Sárváron, azt hiszem, hogy 8 év után újra, játszottunk Tatán, a vár mellett a tóparton, voltak nagyon jó kis koncertjeink 500 fő alatt, és hát természetesen volt nekem egy pár szóló előadásom is, amire például nagyon büszke vagyok, és 2020, ha nagyon-nagyon tényleg szívemre teszem a kezem, azt mondom, hogy megtisztelt engem csodálatos ajándékokkal, hogy például a Budapest Aréna szabadtéri színpadán tarthattam meg a fővárosban a legelső szóló estemet. Ülök az ágyon, a falak megfojtanak, a múlt a márnyéka.
ez a Dirty Slippers legújabb klipje. Lázár büszke arra, hogy az utóbbi években több neves külföldi zenei producer is segítette a zenekart. Ez számomra gyermekkori álom volt, és mindent megtettem érte. És 2009-ben, amikor volt szerencsém 19 éves korunkban kimenni az Egyesült Államokba elkészíteni az első nagylemezünket, akkor jött az a lehetőség, hogy az ottani kiadó azt mondta, hogy nyugodtan válasszunk egy olyan producert, egy olyan szakembert magunk mellé, akiben szentül hiszünk. És a George Shilling az nekünk egy ilyen ember volt, hogy én tényleg, amikor néztem mondjuk egy Texas, vagy egy Kors, vagy egy James Brown, vagy akár egy Paul Van Dyke, világhírű DJ-nek a dolgait, akkor mindig láttam a Shillingnek a nevét. És biztos vagyok benne, hogy az, hogy ő is pontosan tudja, hogy Magyarországról nem sok zenekar szokott kimenni az Egyesült Államokba, főleg nem ilyen fiatalon lemezt készíteni, ez biztos, hogy egy kicsit az ő szívét is meglágyította. Emellett szerencsére már azt tudom mondani, hogy van most már köztünk az elmúlt 12 év közös szakmai múltja miatt, van most már köztünk egy annyira jó baráti és bizalmi kapcsolat, ami a leges első pillanattól így történt, őszinte beszéd volt köztünk mindig, és volt olyan dal, ami egyébként azért nem került fel a lemezre, mert a Shilling azt mondta, vagy mondjuk a Tim Palmer, hogy ez nekik nem tetszik, és küldjünk mást. Az új dal és a klip a visszajelzések alapján nagyon elnyerte a közönség tetszését. Ez az első olyan dal, aminek ráadásul a videoklipében egyedül szerepelek, és ez volt az az olyan nóta, amihez én egyébként soha nem forgattam volna videoklipet, viszont annyira ragaszkodott hozzá a kliprendező barátom, a Ritók Filip Áron, illetve egy nagyon kedves barátom, az Extensive zenekarnak a frontember, a Héja Krisztián, aki a kreatív ötletét adta az egész videoklipnek, és ő találta ki azt, hogy milyen jelenetek, hogyan történjenek benne, hogy most életemben először hallgattam rájuk, és azt mondtam, hogy jó, próbáljuk ki. És azt vettem észre, hogy az embereknek az, hogy a lelkedből átadsz egy darabot, és elmondod nekik egy dalban, hogy azt gondolod az életről, hogy miért adsz, hogyha visszakéred, miközben kinevetsz, ez abszolút a 2020-as évre teljesen igaz, hogyha belegondolunk. Most 175 ezer megtekintésnél tartunk, és hát már így van a kezem, hogy érjük el nagyon gyorsan a 200 ezeret, és ki tudja, hogy mit hoz a jövő. És hát nagyon örülök neki, hogy rengeteg olyan új ember megtalálta a zenekart, aki esetleg eddig még nem hallott rólunk, vagy olyan felületeken mozogtunk mi, ahol ők esetleg nem. És ennek alátámasztásként nagyon boldog vagyok, hogy sok olyan dalunkat is elővettek, és kezdtek el játszani a rádió, amire egyébként nem is gondoltam. Miért adsz, ha visszakéred, miközben kinevetsz? Hadd legyek kicsit az, aki voltam, egy rendetlen gyerek. Műsorunk zárásaként a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum diákjától, Lakatos Lindától hallhatnak egy dalt. Ő fellép a Halas Televízió pénteki Kultúra napi műsorában is. Ne feledjék, január 22-én, vagyis holnap délután 3 órától nagyszabású élő műsorral várjuk Önöket. A halasi kulturális élet sok szereplője mutatkozik be egy-egy produkcióval, de lesz sok beszélgetés is. Számítunk a figyelmükre, tartsanak velünk holnap is, viszontlátásra! Saved and sorry, and big on.
A műsor dekorációját a Borvirágszalon készítette.